Sziasztok, Görögfalkó vagyok, és üdvözlök mindenkit a Goldenburg YouTube csatornáján. A mai videónkban két köretet fogunk elkészíteni. Először egy parmezános nyokkit, illetve édesanyámnak a tört burgonya receptjét fogjuk elkészíteni, amelyet tejjel és vajjal szokott kihabosítani. Elsősorban szükségünk lesz ehhez rengeteg Goldenburg főznivaló burgonyára, ugye mindkettőhöz legalább fél-fél kiló kell, úgyhogy most én ezeket gyorsan meg is pucolom. Amikor megtisztítottuk a burgonyáinkat, mossuk meg őket, majd utána óvatosan vágjuk fel őket, lehetőleg nagyon egyforma darabokra, hogy amikor készre főzzük őket, akkor majd egyszerre főjenek meg. Ha megvagyunk a darabolással, és tényleg valóban egyforma darabokra vágtuk őket, akkor forró, sós vízbe pakoljuk őket. Arra figyeljünk, hogy nagyon sós legyen a víz, mert akkor egyébként hamarabb felforr, és a burgonyánk is puhább lesz a végére, mikor megfő, és nekünk most azt kell elérnünk, hogy ezek minél puhábbak és könnyenben összetörhetőek legyenek. El is készült a burgonyánk, körülbelül 25 perc alatt puhára főztetünk egy ekkora mennyiséget. Én most nem fogom ezeket kiszedni innen, ugyanis a tört krumplihoz az kell nekünk, hogy ez még forró legyen, hiszen úgy fog elolvadni benne a vaj, viszont a nyokkit és a nyokkihoz való burgonyát, azt most én ide kimérem, hogy össze tudjam törni, mert annak is az a jó, hogyha még melegen kezdek el vele dolgozni. Igyekezzünk a frissen főzött burgonyát teljesen szétteríteni a deszkán, hiszen majd úgy könnyebben fogunk vele dolgozni, mert egy kicsit nyilván hűlnie kell, ugyanis ilyen a melegen nem tudnánk vele dolgozni, mert megégeti a kezünket, és hamarabb kihűl, hogyha szétterítjük. Összetörtem a nyokkinak való burgonyát, úgyhogy ahogy az előbb említettem, ezt most én félre fogom tenni, majd később fogjuk leszűrni, hogy addig ne hűljön ki, benne hagyom a lében. Ide most kiterítettem körülbelül fél kilónyi burgonyát, amihez én 50 g friss parmezánt fogok tenni. Ez az a hozzávaló, amit ne spóroljunk ki belőle, ugyanis ettől lesz nagyon különleges, markáns íze. Egy kevés sót teszek hozzá, hiszen alapból a parmezán már ad neki egy különleges plusz ízt. Majd minimális fekete borssal ízesítem. Végül pedig körülbelül 100 g lisztet adok hozzá, de ezt több részletben fogom belegyúrni, hogy lássuk, hogy a burgonya mennyi nedvességet szív fel. Egy egész tojást ide beleütök a közepébe. És így fogunk egy jól nyújtható tésztát készíteni a kezünk segítségével. Amíg az első adag lisztelét ez itt meghűl nekünk, addig elkészítem a pürét, amihez most le fogom szűrni az itt várakozó burgonyánkat. Amíg még meleg, addig fogom hozzákeverni ezt a 100 g vajat, amit most itt kisebb adagokban belekanalazok. Ha belekanalaztuk a vajat, akkor egy minimális sóval az elején ízesítem. Ezt majd ugye a végén hozzá tudjuk korrigálni, és elkezdem a kézi burgonyatörővel összetörni az egészet. Ha a vajat teljesen belepürésítettük, akkor jöhet bele körülbelül 100 ml tej, de majd látni fogjuk, hogy mennyire szeretnénk lágyra készíteni ezt a köretet. Ezt szintén a burgonyanyomóval fogom először beledolgozni, végül pedig egy kanállal fogom az egészet behabarni. Amikor ezt is beledolgoztuk, akkor jöhet a kanál,
amivel az állagát tudjuk ellenőrizni. Ez nagyon jó habos állagot kapott így, de én még kevergetem egy kicsit, hogy mindenhol jól eloszlódjon benne a tej és a vaj, illetve most ilyenkor kell megkóstolni, hogy szeretnénk-e bele még sót, illetve borsot tenni. Ha ezzel a folyamattal megvagyunk, akkor gyakorlatilag el is készült a pürénk, amit én most itt vissza fogok takarni, hogy várjon, amíg a nyoki elkészül. Ügyeljünk arra, hogy a deszkáról minden krumplit gyúrjunk bele a tésztába, hiszen ha már megfőztük, akkor ne vesszen kárba, és ameddig ragad, vagy tapad a kezünkre, addig lisztezzük, különben nem tudjuk majd formázni. Ez a gyúrós program egyébként gyerekekkel is remek program lehet, hiszen biztos, hogy örülnek, hogy segíthetnek anyának a konyhában, illetve az úgy még finomabb, hogyha a gyerekekkel együtt készítjük, hiszen benne van a szeretet is. Én is nagyon sokat dolgoztam egyébként a mamámmal a konyhában, és a dolgozásnak nem hívnám, mert igyekeztem segíteni neki, bár lehet, hogy többet ártottam, mint amit használtam, de csodálatos emlékek fűződnek ehhez a gyerekkoromból, és végül is hát ott tanultam meg ezeket megfőzni. Mondjuk a mama nyokkit éppen nem sűrűn csinált, de nudlit igen, és az hasonló technikával készül. Tehát a tésztából nagyjából 1 cm vastag rudat gyúrunk, amiből a késsel egyforma kis nyokikat fogunk vágni, nagyjából 1x1 centisre gyúrjunk rá. Tehát ha elég lisztet tettünk rá, akkor simán el tudjuk vágni, és a kezünkkel ezekből a kis tészta darabokból csináljunk először gombócot, majd formázzuk meg, mintha egy kis nyoki lenne. Itt már nem fontos liszteznünk őket, hiszen a vízben úgy is lejön róla, hogyha főzzük. Maximum annyit tegyünk rá, mennyi a kezünkön van, hogy ne roncsuk el az állagát. Ha ezt most frissen szeretnéd így kifőzni, akkor nagyjából olyan 3 perc alatt készre fő, hiszen ez konkrétan egy friss tészta, úgyhogy csak minimális főzési idővel tudsz számolni. A nyokikkal tehát el is készültünk. A formázásnál arra vigyázzunk, hogy ne csináljunk túl nagyokat, hiszen ha beletesszük majd a vízbe, még fel fognak venni a nedvesség tartalmából, és meg fognak nőni. És hogyha nem vigyázunk, akkor nokedlit fogunk csinálni, nem nyokkit. Illetve a pürénk is tökéletes állagú lett, úgyhogy ebből most én tálalok ide nektek egy tányérral. És el is készültünk a 2 köretünkkel. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, a jövő héten pedig ismét találkozunk. Sziasztok!